Az európai polgári társadalom fejlődés egyik legfontosabb, sajátos hagyománya az autonómiák kialakulása. A 20. század totalitariánus rendszerei az autonómiák elnyomására törekedtek. Ez a történelmi tapasztalat még inkább megerősítette az autonómiák fontosságát. Ez a konszenzus már a 60-as évek baloldali mozgalmai hatására meggyengült, a demokratizálás jelszavával. Ekkortól vált divatos szellemi tényezővé a tudományelméleti viszonylagosság, relativizmus, a posztmodern világértelmezés, s a mindezekkel összefüggő szociálkonstruktivizmus. Megkérdőjeleződtek a hagyományos autoritások, s így a rájuk épülő autonómiák is. Az ész cseleként mindennek a kiteljesedését az ezredforduló után sikeressé vált jobboldali alt-right hozta el, nem kis részben a sajtó pártosodásával és a közösségi média uralmával. Az autonómiák így leépítendő, s jó részt leépített formákká váltak. Mégis az autonómia ellenes radikalizmus kora előhívja az értékelvű vagy idegen szóval meritokrata és autonóm szerveződések újraépülése iránti igényt, miután megszenvedjük hiányuk következményeit. Az ellenhatás kiinduló pontjai lehetnek az ismeretelméleti tudományfilozófiai realizmus, a racionalitás, a bevált tekintély, a mértékadó média megerősödése, a szubszidiaritás és a keresztény egyház hitélet központúsága.